A Nyíregyházi Főiskola nevében Kis Ferenc általános rektor helyettes, az intézmény vezetője és Kvanc József kancellár ez év őszén kezdeményezte az Emberi Erőforrások Minisztériumának felsőoktatásért felelős államtitkáránál az intézmény jogállásának megváltoztatását. Ezt az indokolta, hogy a törvényi előírások szerint megfelel az egyetemi minősítésnek az intézmény. A felsőoktatási törvény szabályozza azt, hogy ebben az esetben alkalmazott tudományok egyeteme mely intézmény lehet. Nem mondok el mindent, csak néhány paramétert szeretnék elmondani. Például alapszakból, ugye az új bolonyai típusról beszélek, legalább 4-nek kell lenni, mesterszakból pedig legalább 2-nek. És akkor a Nyíregyházi Főiskola hogy áll ezzel? Alapszakunk több mint 30 van, tehát én úgy gondolom, hogy megfelelünk. Mesterszakunk, ha az új típusú tanárképzést is ide veszem, már pedig az is mesterszak, akkor ebből kétszer annyi van, mint a törvény a minimumot előír. Tudományos kutatás nagyon fontos, ugye itt alkalmazott tudományok egyetemiről van szó. Itt azt írja elő a törvény, hogy legalább 45%-ának az oktatóknak tudományos minősítéssel kell rendelkezni. Ez nálunk 69%, tehát úgy gondolom, hogy ennek is bőven megfelelünk. A Nyíregyházi Főiskola 4500 fős hallgatói létszámával jelenleg is a hazai felsőoktatás középmezőnyébe tartozik. Infrastruktúrája 21. századi kampuszának felszereltsége egyedülálló Kelet-Magyarországon, azzal pedig, hogy a főiskola egyetemmé válhat, tovább segíthet a megye hátrányos helyzetének leküzdésében. A megyének, a városnak, a térségnek felbecsülhetetlen jelentősége van, ugyanis a egy aspektusát vizsgáljuk, a hátrányos helyzetet. Nagyon sok olyan család él a megyében, amelyik nem engedheti meg magának, hogy messzebb küldje a gyermekeit tanulni. Tehát ilyen értelemben a hátrányos helyzet leküzdésében is nagyon komoly szerepe van a leendő egyetemünknek, és azt gondolom, hogy ez mindenkinek büszkesége, megerősíti a hallgatókat, az intézményt abban, hogy érdemes dolgozniuk, és biztos vagyok benne, hogy ez még inkább jó teljesítményre ösztönzi a főiskola vezetését, diákjait is, és hát persze az oktatókat. Az egyetemmé váláshoz egy kormánydöntés után az országgyűlésnek kell határoznia. Kedvező döntés esetén a főiskola 2016. januárjától emelkedhet egyetemi rangra.